Az Altaripa Szabadidőpark kiváló helyszínt biztosított a rendezvény megszervezéséhez. Számos civil szervezet és egyesület ajánlotta fel segítségét a lebonyolításhoz, ezzel téve felejthetetlenné az apróságok napját. Volt, akinek a kézműveskedés, volt, akinek az arcfestés okozott nagy örömet, de az biztos, hogy a tűzoltóautóból kiömlő sok száz liter hab minden kisgyerekből boldog sikongatást, kacagást váltott ki. Én a legjobban tetszett a habpartiákám. A történészek általános vélekedése szerint ezt az ünnepet legelőször nem más, mint a törökök nagy államférfia Mustafa Kemal Atatürk kezdeményezte 1920-ban, mert úgy gondolta, a gyerekek képviselik a jövőt, így nekik kell megőrizniük a szabadságot és a függetlenséget. Több országot is érintve, viszont 1925-ben tartották először Genfben a gyerekjóléti konferencián. Magyarországon valószínűsíthető, hogy már az 1906-ban arisztokrata hölgyek által megalakult Országos Gyermekvédő Liga is tett törekvéseket a kicsik méltatására. Itt a Dunaparton nagyon-nagyon kellemes természeti környezetben, most éppen itt mögöttünk a habparti elkezdődött, kézműves foglalkozással készültünk, légvárral, ügyességi játékokkal. Sikerült úgy megszerveznünk ezt a programot, hogy civil szervezeteket tudtunk bevonni. Itt van a Háló Közalapítvány és a Családsegítő Központ egy ügyességi játékasztallal, aztán a Barátságszeretett Szolgálat kézműves foglalkozással. Nagyon nagy sikere van az ő programjuknak, amióta kipakoltak, azóta folyamatosan teltházzal működik. Aztán a Nagycsaládosok Egyesületétől is elfogadták a meghívásunkat, ott is ügyességi játékok vannak. Van csillámtetkó, légvár, arcfestés, póni lovagoltatás. A gyereknap története azonban csak formalitás ahhoz képest, hogy bár fontos egy ilyen ünnepi alkalommal évente felhívni a figyelmet a gyerekekre, és ők is várják ezt a napot, a gyerekek megbecsülését azonban a velük való személyes törődésen, játékon, oktatáson keresztül 365 napban illene gyakorolnunk. Tolnán egyébként egyre több a gyerek. Sokáig nehézséget okozott a szülőknek, hogyan tudják a munka mellett a bölcsődéskorú gyerekek felügyeletét megoldani, ugyanis 1990 óta nem volt bölcsőde a városban. Ezért is építetett az önkormányzat tavaly egy teljesen új épületet. A városvezetésnek mintegy 500 millió forintot sikerült pályázati úton elnyerni a beruházásra. A kétcsoportos 24 férőhelyes intézmény a Bartók Béla utcában került megépítésre. Jó hír, hogy nemrég sikerült az intézménybe pedagógusokat találni, így az néhány héten belül megnyithat.